És a jelenlegi gyerekvédelmi rendszernek szerintem a rákfenéje az alapvetően ez, hogy azok a szakemberek, akik ott vannak, nagyon sok esetben egyszerűen nem felkészítettek arra, hogy traumatizált gyerekekkel dolgozzanak, és hogy sok esetben a munkaerőpiacról azok kerülnek a gyerekvédelmi rendszerbe, akik máshol nem tudnak elhelyezkedni, és ez sajnos nem kellően minőségi szolgáltatás ezeknek a gyerekeknek. És aztán a problémák ebből nőnek ki. A kábítószer használt, a bűnelkövetés, a szökések, a mindenféle konfliktusok, az, hogy nem járnak iskolába, az, hogy lógnak, hogy nagyon alacsony a végzettségük, ami aztán gyakorlatilag törvényszerűen vezet oda a fiatalkori terhességhez, párkapcsolati problémákhoz, a hajléktalansághoz, a munkaerőpiacon belül a szürke zónában való elhelyezkedéshez, vagy adott esetben a kriminális devianciához, bűncselekmények elkövetéséhez is egy csomó problémát lehetne még idehozni.